Nagy küzdelemben tekernek a bringások, pénteken és szombaton rendezték meg a nagymúltú Gemenc Nagy Díj kerékpáros versenyt 50. alkalommal. Kettő szakasz, ugye az összetett versenyről beszélek, amikor volt pénteken egy 160 kilométeres szakasz, akkor elmentünk Kölesd irányába, tulajdonképpen Medina, Szedres és akkor úgy Kölesd. Kőkemény meleg volt, nem irigyeltem a srácokat, viszont nagyon nagy átlag jött ki, 45,3-as átlagot hajtott a győztes. A ma délelőtti szakasz pedig Szálkának ment, ugye a sár közt érintettük, és akkor úgy Szálka szintén háromszor föl a Szálka emelkedőn, és a legvégén pedig fölvittük őket a Kálváriára, hogy jó lessen. A nagy díj leglátványosabb része a szekszárdi körverseny volt. A biciklisek 45 kilométeren 35 kört teljesítettek. Ez egy nagyon nehéz szakasz itt a Macskakövön fölfelé, Garai tértől Béra térig. Elmegyünk a Vármegye háza mellett, amit mögöttünk itt láthattok. Ez egy brutális nehéz, mert itt az ember lába nagyon megáll. Azt gondoljuk, hogy eljutottunk a célvonalig, és akkor már innen könnyebb lesz, és nem lesz könnyebb. Tehát egészen itt a bíróság épülete, az a vízválasztó, onnan egy picit megkönnyebb az ember, viszont lefelé meg nem tudsz pihenni, mert lefelé meg 60 fölött megy a mezőny. A körversenyt az olasz Matteo Zurro nyerte. Összetettben pedig a szlovén Mihály Steiner diadalmaskodott, miután az eredeti összetett győztes Tilen Fingst és csapata az Adria Mobil nem állt rajthoz a körversenynél, így őket kizárták. Nagyon boldog vagyok, jól teljesítettem a hétvégén, ahogy a csapattársaim is. A végén szükségünk volt egy kis szerencsére is, de így alakult. A legjobb magyar versenyző Gönczi Gergő lett. Tegnap nagyon erősen mindenféle feladatot láttam el a csapatban. Kontrolláltam a szökéseket, összehúztam a veszélyes támadásokat, sprinthajrát vezettem föl, hegyi hajrát vezettem föl, kulacsokat hordtam, úgyhogy amit meg lehetett tenni a csapatért, megtettem. A versenyt megelőzően szekszárdi önkormányzati képviselők koszorúkat helyeztek el a szekszárdi kerékpársport meghatározó személyeinek sírjainál. A mai nap pedig itt a temetőben egy olyan kegyeletnek a lerovásáról szól, amely a sajnos már korábbi években elhunyt kerékpár sportolóknak állít egy kis emléket. Tisztességgel adózzunk azoknak, azon személyek előtt, akik annak idején ennek az 50 év történetének talán a legszebb lapjait írták a szekszárdi sport életében. A jubileumi nagydíj a versenyigazgató Stei Gábor szerint jól sikerült, reméli, hogy jövőre is meg tudják rendezni a viadalt, immár 51. alkalommal.